Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most egy ö, olyan kirakást fogok megcsinálni, amit az egyéni elemzéseknél szoktam csinálni. Természetesen ott körülbelül egy órás, egy ilyen szerelmi elemzés. Ez most rövidebb lesz, csak sokan szoktátok kérdezni, hogy milyen az az elemzés, amit egyénileg is megszoktam nézni egy kapcsolati kirakásnál. Sok kártya van. Minden pozíció egy-egy kérdésre ad választ. <kül> Ugye számít, hogy előtte mi van, utána mi van. Pozíciók szerint is jelzéseket ad a kártya, és ezt fogjuk most megnézni. A teljes videót azt a prémium csoportba láthatjátok, illetve ebből egy ízelítő az első része a videónak, azt láthatja mindenki a csatornán. Na, ezek a kártyák, itt ez a rész a, a párotok része, ez a rész a ti részetek, és utána ott van a, a jövő, és itt az első részben megnézzük a gondolatokat, érzéseket, vágyakat, a második részben pedig megnézzük, hogy milyen feladat van, közös feladat, külön feladat, illetve, hogy merre tart a kapcsolat, mire lehet számítani a következő körülbelül három hónapban. Ezt a fajta kirakást szoktam az egyénieknél megcsinálni. Itt a jelen helyzet az azt mutatja, hogy nem fejlődik a kapcsolat, nem lehet tovább lépni, nincs megfelelő együttműködés abban, hogy mit szeretnétek megteremteni. A mágus van rögtön energetikailag a legnagyobb akadály, ami mindkettőtök számára azt jelenti, hogy nem látjátok a megfelelő lehetőségeket, eszközöket, illetve nincsen cselekvés most jelenleg azért, hogy ez a kapcsolat szinte tudjon lépni, hogy a jelenlegi problémákat meg lehessen oldani. A párod részéről ő úgy gondolja, hogy döntéseket kellene meghozni, illetve az érzései megvannak irányodba, szerettéged, mély érzelmei vannak, és egy pozitív irányú, tehát egyre mélyülő érzéseket mutat ez a kártya, és ő nagyon vágyna arra, hogy ezeket az érzéseit ki tudná mutatni. Amit megél, hogy igazából nem halad előre, nem cselekszik az irányba, hogy ezeket az érzéseket ki tudja mutatni. Ehhez úgy gondolja, hogy megfelelő döntéseket kellene előtte meghoznia, viszont ami őnála a legnagyobb akadály, az az, hogy nem tud túllépni a múlton. Olyan csalódások érhették őt a múltban, Amin egyszerűen nem tud átlépni. Neki át kéne gondolni ezt az egészet, és az érzelmeit figyelembe véve kilépni egy olyan megrekedt állapotból, ami neki még tanulnivalót is jelent ebben a helyzetben, hogy ne függjön a körülményektől, ne függjön attól, ami elmúlt. Attól, ami nem volt jó, ami csalódást okozott. Gyakorlatilag itt az új élet kezdetét mutatja a kártya, megtanulni valóként. Ehhez kéne meghozni a megfelelő döntéseket, és utána pedig tenni és lépni, és mindig megtenni a következő lépést, ami az irányba vinni az egész helyzetet, hogy tudjon fejlődni ez a kapcsolat. Úgy gondolja, hogy neki nagyon racionálisnak és nagyon határozottnak kell lennie, és mindent át kell gondolnia két lábbal a földön. Tehát itt vannak itt egy rakáson itt a királyok, itt a kejhek királya vágyként, az érzelmes király, hogy mit kéne tennie ott az érmék királya racionális átgondolt király, és hogy mi lehet a kapcsolatotokból, ott pedig van egy botok királya, egy nagyon szenvedélyes, túlfűtött érzésekkel teli kapcsolat, de hát úgy gondolja, hogy előbb a döntés szükséges. Akinél az a helyzet áll fent, hogy itt van egy előző kapcsolat, ott a hivatalos vállás gondolata is ott van, hogy csak akkor tud megváltozni ez az egész helyzet, hogyha ő ezt ki tudja mondani. De ehhez le kell zárni az eddigie, eddigieket, ami neki az most nagyon akadályozott. Hogyha nem vállásról van szó, akkor is a jelentős döntés meghozatala az, ami fontos lehet. Letenni az eddigieket, bármi is volt az eddigiekben, tehát egy karmikus feladatnak a lezárása, a megtapasztalása tulajdonképpen az, ami itt a fő feladat. Megtanulni azt, hogy ne függjön a helyzettől, és hát itt azt is mutatja, hogy bizonyos gondolatokon is változtatni kellene neki ahhoz, hogy tovább tudjon lépni. A terészedről itt nagyon egy bezárt, egy összehúzódottságot, bezártságot jelent a kártya megként. Úgy érzed, hogy nem látsz tisztán, nem tudod, hogy hogyan lehetne változtatni, és te leginkább a biztonságra vágysz. Azt, hogy ő megadja neked a biztonságot, az állandóságot, a szilárd alapokat, az új alapokat. Ő leginkább az érzelmek kifejezésére vágyik, amiben az is benne van, hogy ő neki ezzel van problémája, neked pedig az, hogy olyan új jövő tudjon kialakulni, ami teljesen biztos alapokon nyugszik, ami kiszámítható, és nem igazán tudod megélni a jövőben azt, hogy, hogy érzelmileg is elinduljon egy új. Tehát amit megélsz, az a visszafogottságot jelenti, a visszafogott érzelmeket jelenti. Ő időnként halad feléd, tehát időnként lehetnek lépései feléd, lehet nagyon szenvedélyes is megnyilvánulás, akár attól függ, hogy áll a kapcsolat, akár beszélgetésben, kommunikációban vagy tettekben is, de ez nem ad egy állandóságot. És neked nagyon fontos lenne, hogy végre döntés szülessen. Neked a leginkább a, az akadály az, hogy nem látod tisztán, hogy merre is halad ez a kapcsolat. Ott van az abszolút bizonytalanság, ott van a kétség, úgy gondolod, hogy még várni kell, hogy nem kell ezt még megbeszélni, visszafogott vagy, viszont ezek a visszafogott energiák nagyon rosszak a számodra. És úgy gondolod, hogy a kapcsolat az nem a, a felvállalt és tiszta érzelmek felé, inkább a hazugságok felé, a bizonytalanságok felé tud haladni. És ez okoz benned egy nagyon nehéz állapotot. Nem érzed annak a bizonyosságát, hogy most nehéz a helyzet, de át tud alakulni, és akkor majd meg tud nyilvánulni az, ami, ami a biztonságot tudná hozni. Fel kellene vállalni ehhez a cselekvést, neked is kiállni saját magadért, illetve neked itt a legnagyobb tanulnivaló, hogy könnyíteni ezen a helyzeten. Itt botok tízes van tanulnivalóként, ami azt jelenti, hogy megtanulni, letenni azokat a terheket, amit már nem szabad cipelni, mert ezek az utolsó pillanatok a botok tízesnél, amikor már szinte összeesik a teher alatt az ember. Ehhez kellene a, a több öröm, az érzelmi harmónia, és hát tenni saját magadért, kiállni magadért, nem csak elviselni a helyzetet és egy helyben várakozni a kétségek között, hanem tenni azért, hogy változzon ez az egész helyzet. És itt van még a kelyhek kettes is fordítva, tehát nem tudod megélni a szeretetteli érzéseket, illetve ő pedig nem tud új életet kezdeni, nála a végítéletlapja van ebben a pozícióban, a jövő első kártyája, tehát mindkettőtöknél ott van egy egy bizonyos visszatartottság, egy negatív jövőkép, és látszik is, nagyon jól látszik itt a két oldalt, hogyha összehasonlítjuk, hogy ő neki kéne lezárni az eddigieket, ahhoz, hogy neked ezek a kétségek meg tudjanak szűnni. Viszont ez adja a feladatot is, hogy ő neki a gondolkodásán változtatni, letenni a függőségeket, neked pedig ezt a nehezített helyzetet ha ő nem lép, akkor neked az a feladat, hogy te kilépj ebből a helyzetből, hogy te tegyél magadért, hogy te jól érezd magad. Ő neki pedig nyilván itt az a feladat, hogy másképp gondolkodjon, hogy figyelembe vegye az érzéseit, érzései szerint döntsön, vágyai szerint lépjen, és ne a bizonytalamba, ne a ingadozásba menjen bele, hanem az új élet felé haladjon. Ez volt akkor az első része ennek a videónak, és a folytatásban megnézzük még, hogy mi az, ami segíthet neki a tovább lépésben, mi az, amiből még ott hiány van, hogyan látja a kapcsolatot, hogyan lát téged, mit gondol a jövőtökről, és megnézzük a közös feladatot is, illetve, hogy, hogy mit mutat a közeljövőről, távolabbi jövőről a kártya. Ezt a prémium csoportban nézhetitek meg a teljes videót. A prémium csoportba a jelentkezést azt a videó alatt oda fogom tenni, hogy milyen módon lehetséges. A weboldal címét, ahol a szolgáltatások menüben lehet előfizetni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és további nagyon szép napot kívánok!